Majd anyukám indítja el. Na most már megy a felvétel is. Szóval... Itt van ez a öt szerencsétlen, ami amúgy annyira nem szerencsétlen, tehát hogy nem annyira rossz egységek ezek. De... De így marad 1500-am és... Fingem sincs. Várj, ezt múltkor nem megcsináltuk? Nem összeszenvedtem valahogy nagyon nehezen? Vagy az egy másik volt? Na, őszinte legyek, fingem sincs. Hát ez a baj, muskétásnak túl sokan vannak. De megcsináltuk? Hát nem tudom, mert volt egy nagyon hasonló pálya ehhez. Végig ebből a lufi lövőből is csak alig tudok rakni egy párat. De tré. Mondjuk végül is így... Aha, így a tankokat ki tudtam velük iktatni. De hát... Ez annyira nem nagy dolog. Most az a baj, előre küldi a varjakat, és már... Meg is haltunk, atya úristen, hát ez... Rohadt nehéz ez a kampány egyébként, valahogy nagyon-nagyon ki van centizve. Valahogy ki kellene nyírni a... Ezt a hármat minél előbb. De nem tudom, hogy hogy. Viszont én csak a lóra tudok gondolni, hogy ő előre megy. És akkor... Ő ugye hátra. Hát, ha lenne egy kis ezzel, akkor hátra menne. Vagy hát venném fölött az irányítást. Jövök! Csat! Aha! Oké, jó. Hát az a... Hát igen, ez így most így oké, de... Na? Lehet, hogy... Hát, hogy ő most itt egyedül... Meg tudja őket szurke... Jaj, kellett nekem belelépni. Hú, hát ez amit szerintem így jó, csak valahogy nekik jobban kellene. Lehet, hogy egy két ijesszal jobban tudnám őket támogatni. Hát most nem halt meg az összes izé, varjas. Aja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 j
Fasz. Hát akkor erre tegnap nem kapott választ. Még 21 órával ezelőtt. What? Ez fura. Hát megint megdöglöttem. Habár ez most csak azon múlott, hogy ő életben maradt. Mikor lesz Terraria? Hát... igazából... Egy időben terráriáztam off-stream, és... hát... most is egy életben maradt. Az erős kifejezés sokáig eljutottam benne, de azért voltak dolgok. És amúgy én úgy bírtam. De... hát... streamelni még nem próbáltam, viszont annó videót azt próbáltam belőle csinálni. Én úgy vettem észre, hogy mint ilyen... stream content, vagy ilyen... hát bármilyen content, hűha, hát ez jó szar volt. Nem igazán fogyasztott a nép. Szóval... nem láttam benne annyira potenciált, főleg, hogy... nekem se tetszik annyira az a game, hogy hű, meg ha, szóval így... Nem hiszem, hogy bármi lenne belőle. Ja. Ajjaj. Ó, de jó, hogy nem találtam el. Ne! Nem akarok meghalni! Ó, hogy nem bírta eltalálni? Amúgy, ha nem veszem át felett az irányítást, akkor lehet, hogy megvan. Nem csak, hogy... hát... szar. Nem csak, hogy az összes varrésat ki kell nyírnom, de utána még azért jót bele kell sebeznem a többi gyökérbe is. Ó, he.
Mikor ez goldrás? A goldrásról lemondtam stream szempontjából, mert egyszerűen borzalmas. Tehát, hogy... Szóval annyira kevés benne a progressz, és annyira sok benne az ilyen farmalás, hogy... Ez valami borzalmas, tehát... Streambe... Nem látom egyszerűen értelmét. Na, ez most így jó. Legalábbis eltalálom őket, ami... Azért... Sokat hozzátesz a sikerhez. Aha. Csak nem nagyon halnak, tehát hogy... Kapják a lufit, csak nem igazán halnak bele. Mondjuk most, mint hogyha... Már annyira nem állnának föl. Aha. Aha. Te meg mi csinálsz? Darab fa úgy bele. Csapódik a vízbe. Te itt mit lősz? Őt? Még valaki esetleg? Mintha... Ő élne még, de... Beleragadt a textúrába? Azzal az a baj, hogy... Azt hiszem nem sebez a lufi lövés, de sebez, oké, nagyon keveset sebez, de sebez. Hú, hát ez nem volt. Nem volt egyszerű. Saját embereimet is kilőtték? A lufisok? Ezt nem láttam, de... Az tényleg nem jó. Komolyan. 100 kéne a tankhoz. Ez nagyon jó. Hát megint van 2 darab ilyen, plusz 2 darab talicska, ami az elég egy szívás. Szerintem megint felülök a lóra. Azon kívül meg szerintem a muskétások kilőnek mindenkit a rákba. Bap. Az egyik varjasat is kilőtték. Nagyon jó. Nem is tudom igazán ezzel a karakterrel mi sebez. Most azt, hogy neki ütközök, vagy üt. Okay, Victory, hát az előző pályához képest ez valahogy könnyebben ment. Hát, ez nagyon jó. Mondjuk tényleg jó. Ahhoz, hogy felfogják a... Te mi? A szar vagy. Aha. Tehát, hogy felfogják a becsapódást. Csak muskétás rakatok. Semmi más. Csak muskétást. Ha rendben van. Kíváncsi ők ki. Á, de lesétál. Ó, emberek. Ennyit a fás taktikra. Nem. Valahogy úgy kell, hogy mindenképpen a szalmásakra lőjenek. Hát, mondjuk nem... Hát nem. Nem rájuk lőttek. Aha. De jó, hogy hátba lövöd a szerencsétlent. De mondjuk jó, hogyha oda tudnának menni az íjászokhoz, akkor fel tudnánk őket tartani, de... Gyerük! Gyerük! Aha, és az íjászok a szalmabálákat lövik. Így ez még meg is lehet. Hello, kecske. Hát a karrier van, kampány van, pályák vannak. Hát nem úgy van az. Oké. Ugyanúgy vannak ilyenjeim, de... Hűha. Itt csak lerakték egy tankot. Mondjuk így most nem sok értelmét látom, hogy ők itt vannak. Én inkább ide... Hát... Na, mindig meglátjuk, hogy hol lesz jó az a tank. Szóval pár muskétást berakok jó pozícióba, aztán lássuk, mi lesz ebből. Aha.
Az a baj, így, húha, eléggé rossz irányba indulnak el. Mondjuk le is esett az egyik. Aha, az lenne jó, ha egy helyen lennének, mert akkor a tank nagyon jól tudná őket. Hú-hú-hú. Például lelökni, meg ilyenek. Aha. Az lesz az. Dead. Nagyjából. Ha, jön vissza az úriember. De hogy minek, azt nem tudom. Hűha. Még az ágyugója is széttörik. Milyen pajzs volt annak a kezében. Secret? Hát itt már elmehetőleg összegyűjtöttük a secreteket. De... hát ugye itt van alul a kapu. Az a kapu, ami elmehetőleg akkor nyílik ki, hogyha megvan az összes secret karakter. Hát erre még nem került sor. Jó lenne megszerezni az összes secretet, meg is akarom. Csak hogy ez... hát ezzel majd inkább akkor foglalkoznak, amikor már úgy... végeztünk a karrierre. Csak muskétás már megint, és csak király, aminek az egy rohadt sok HP-je van. Hűha! Epű, komoly sortűz lesz. Ó. Hiányci vagyok. Hú-hú-hú. Hát ez nagyon jó, meg minden, csak... kettő halt meg. Hát ez... ajaj. Hát... igazából az az egyetlen... az egyetlen remény, hogy fönnmaradnak itt high groundon, és akkor onnan szépen lelövöldözik őket, de nem maradnak fönt. Eleve, ha ide rakom őket, akkor sem fognak fönnmaradni, mert elkezdenek majd előre sétálni, mert irodatlanul fogyatékosok. Vagy ide lentre berakni őket. Hmm. Vagy be az erdőbe. Úgy normálisan a fák közé, és akkor nehezen tudnának közelükbe menni. Hát ja, ez így nem jó. Miért van olyan érzésem, hogy a fele le fog esni hátra a fele? Tudok valahogy kamerát forgatni ebben a lerakós fázisban? Mert az vagy így nehéz pakolászni. Esetleg, ha ide nagyon szélére rakom őket, akkor... mire elbotorkálnak a fa másik oldaláig... ők beérnek a range-be, és nem ugranak le. Há, de mind kijött a fák közül. Anyám, ennyi idiótát. Van egy új trailer a játékhoz. Azt tudom, hogy most... várható majd hozzá nagyon frissítések, ugye? Mert jön a teljes verzió. De... oké, okay, a glitch kihasználásos taktika annyira nem mozgat meg. Mondjuk érdekes kérdés, hogy akkor itt mi? Na jó, ez nem működik. Más az nem nincs, csak hogy ide lentre rakjam őket. És valószínűleg itt is a fele bele fog esni a vízbe, de hogyha a zeneminek is a fele bele fog esni a vízbe, az már jó. Ijjaj. Hát nem tudom, ez mennyire szabályos, hogy ide rakosgatom őket.
Na jó, egyet meghagyok, és... az ezek én. Ott. Hú, mondjuk most... Jó, most egy... Mi a szar történik? Jézusom! És jönnek fel. Nem, ez nem jó. Volt egy olyan elképzelésem, hogy mi szépen sorba jönnek lefelé, és sor, tűz, meg ilyenek, de nem. Ezzel konkrétan magamat szúrtam még jobban. Ajaj. Hát de... Mi ennyire szét kéne őket szórni, hogy... Hogy ne tudják őket egyszerre kinyírni, hanem minél több idejük legyen? Nem tudom. Elképzelésem sincs. Még ha ráagrózna arra ott a fán, na igen, ő most ráagrózott, és le is fog esni. Ez itt tök jó. De... ezt nem igazán csinálják meg. Mondjuk, hogyha ő lenne legközelebb, tehát őket mindet leszedem. Akkor elméletileg most mindegyiknek abba az irányba kéne elindulnia felé. És akkor mind szépen le fog sétálni. Aha. Oké. Hát az a baj, hogy... Még így is eléggé sok maradt, de... Hát ezt azért hátra kilövik. Ha nem, akkor okosabban kell elhelyezni ezt az egységet. Igen, valószínűleg ez... Így még nem esett le elég sok, viszont hogyha ide rakjuk nagyon a szélére, és reménykedünk benne, hogy nem sétál le. Ó, meg kihasználom az összes pénzemet. Hát de ne, ne legyél már öngyilkos hajlamú. Miért csinálj ezt velem? Nem már! Még a végén kiderül, hogy az előbb is kész csoda volt, hogy fönnmaradt. Ó, basszus. Akkor mondjuk legyen ide? Onnan is lesétám. Ha csak nem veszem át fölött az irányítást. Gyertek! Gyertek! Hűha! Úgy bizony! Úgyné. Nem tudom, ezt a pályát meg lehet csinálni valahogy máshogy. Már nem azért. Ez nem tűnt annyira szakszerűnek. Ezt innentől kezdve egy egységgel is meg lehetne oldani. Na mindegy. Meg is megvan. Ajaj. Hát... Hú, de sokan vagytok. De szerintem valami sok... Hát ez nem túl sok. Ez csak akkor nagyon ijesztő, hogy van ilyen, hogyha... kevesebb értékesebb egység van. Viszont ebben az esetben mindenféleképpen ki kell offolni. Szóval akár még egy lovasra elő is lehetne lovagolni, és akkor ezt meg ezt kiiktatni. A többit meg mondjuk ezek a bárdosok elintézik. Hát ez nagyon kevés. Borzasztóan kevés. Hát, na jó van akkor. Lovas! Ajaj! Ajajajajaj! Jó, egy megvan. Mehetünk tovább. Ne. Már húzta föl.
Ne, de jó, hogy előtte állok. Oké, és akkor hát... komolyan, ennyi? Ennyi? A négy darab egységem megölt belőlek hármat? Kettőt. Üha. Hát ezek nagyon erős egységek. Hát vagy a... vagy a lufisok? Hát végül is. Ha jó sokan vannak. Hát nem tudom. Először megnézem, hogy mit alkottak a lufisok. Értem. Szóval az ISA-i az... ezek instant kilövik őket. Akkor kell egy kis figyelem elterelés ide lentre. Igen. Hát... a lovas az meghalt az első pillanatban. Hogy a tökönbe. Ja, hogy még élt a lovasnak a... hát jó. Azzal nem megyek túl sokra. Akár ide nagyon hátulra is be lehetne őket tenni, és... muskétások a sortűzdet. Nem tudom. Hát végül is annyira nem volt ez rossz. A nagy baj már csak az, hogy az IS-ok már ki is nyírták őket. Hé-ha. Hát erre esélyt se látok. Csak tényleg, hogyha valahogy nagyon kihasználjuk a terepadottságait. Mi ez a sok hulla? Hello? Neee! De annyira mégsem volt sok hulla. Mármint, de sok hulla volt, csak még mindig annyian éltek, hogy beszarás. Hát, menjünk, ez így nem volt rossz. Szerintem azért tudtak ennyit ölni, mert a lovasra agrózott mindenki. Azzal meg itt hátul szaladgáltam, és elvonta a figyelmet. Lehet, hogy ezt kéne vele csinálni egy kicsikét több ideig. És akkor még jobb lenne. Jó, az szétesett. Jönnek! Komolyan, egy nyílés leesik a lóról. Nem, egy nyílés meghal. Egy igazi katona. De komolyan, hát ez... Au. Jó, mondjuk ezt a nyílat megértem, hogy ez kinyírja egybe. Nagyobb méretű nyíl. Jó, és akkor... itt vagyok! Gyertek fel a háztetőre, itt vagyok! Ajaj! Ajajaj! Hujuj! Csak óvatosan! Óóó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 
Aha! Jaj, vele sem erre gondolni, hogy ott mi van. Jövök. Segítek. De mondod, hogy már csak egy ilyen. Pá! De szép célfotó. Azt megbökte. Baszki, ez sikerült. Igen, valószínűleg így még a pajzsokkal is hátat fordítottak, és így easy kill volt hátulra. De jó, az... Ez jobban meg lett, mint gondoltam. Aha.
három Minotaurus, négy Zeus, egy Da Vinci tank, oké, ez így jó lesz. És ugye az a fontos, hogy a Minotaurusok ne tudjanak rámenni a Da Vinci tankra egyből. Mert azok ráfutnak, akkor annyi a Da Vinci tanknak. Plusz még muskétás, plusz Balloon Archer, plusz még ilyenek mondjuk. Csak hogy költsök meg valamire zsét. Aha. Aha, rámentek a festőkre. De a Da Vinci tanknak inkább oda kéne lőni, az valami fontosabb. Csak... jól lenne tudni, hogy ez hogy forog. Nem működj már. Mi történik? Ezt nem tudom irányítani. Amúgy szinte semmit nem sebezek az EU-szó. Na jó az ide. Ajaj. Jó, inkább... hosszan space. Próbáltam, de nem nagyon. Nem nagyon akarta. Hogy feliratkoztatok rám. Nagyon jó érzés. Shooter, köszönöm szépen az ötödik hónaporat. Köszi a támogatást. Gyerünk tank, gyerünk. Húha, itt, aha. Hát ez nem igazán tudta eldönteni, hogy kit lőjön. Ezért nem lőtt senkit. Ez nagyszerű. Milyen érdekes, hogy amikor az én egységem, akkor egy inkompetens gyökér. Na azért. Csak be kellett neki szólni. Hello? Hát még valaki üvöltözik. Jó, hogy benne ül valaki. Hogy Kenny? Mi a? Teker egy biciklit, vagy milyen szart csinál? Na jó, ja, ő magától lő. Én ilyenkor max csak forgatni tudom. És tényleg space hosszan, igen. Hát de nem áll. Ne találjuk már ki, hogy... hát mondjuk lő ott valamire, szóval... mi? Csávó benne! Ő a pilóta. Ó, basszus. Jó, hát amit láttam, hogy kicsikét kevesebb ilyen kell, és kicsikét több ilyen. És akkor így jobb lesz szerintem. Az a Da Vinci? Hát... lehet? Nem tudom, hogy nézett ki pontosan. Hopp, hogy repül a Minotaurus. Hát, kezd kellemetlen. Hűha. Ahhoz képest eléggé jó földet ért. Hát, most sokkal rosszabbul alakultak a dolgok. Ahhoz képest még mindig bírja. Akkor lehet, hogy egy kicsikét... ide is kéne rakni ebbe a... meg szerintem a... festőknek túl sok haszna nincsen, aha. A Luffy is így jelszak, most szinte csak az saját embereimet lőtték el. Nagyszerű. Na ezek a muskétások még jók lesznek. Ó, baszki. Lője! Na most meg lett. 1500. Végül is, opa. Hát szerintem már ott el fognak kezdeni sétálni. Hát nem, de...
De majdnem. Nem, ez nem jó. A lufisíjász az akkor jó, hogyha egyedül van. És nem nagyon van vele semmi. De hát így meg most nagyon kevés van belőle, az baj. Bel azért több kell. Ott a jobb szárnyon is érkeznek, lőjétek már le őket. Jó, végül is, ami nem volt ez rossz, csak... Sokkal jobban szét kell őket szórni. Plusz... Rakok ide... Hát, pár szerencsétlent, hogy elvonják a figyelmet. Milyen sokáig tartott a figyelem elvonás, komolyan. Aha, most, most sokkal jobban csinálják. Nagyszerű. A jobb oldal igazából kitisztítva. Ó, nem. Ó, nagyon nem. Ó, dead. Abbú saslik lett. Én akkor... Sohasem tudom amúgy, hogy... Vajon mi lenne a jobb taktika? Inkább egy oldalra rakni őket, hogy először egy oldalt... nyírjanak ki, aztán utána külön a másikat, vagy... Hát igen. Nekik inkább szerintem ilyenek kellenek ellenfélnek, nekik pedig valami, ami lő. Azt mondja, muskétás, ez túl lassan lő. A Luffy Shias meg túl keveset sebez nekik. Ja, őket nagyon könnyen kinyírták ezek a... ezek. Nem is kell belőlük ennyi. Szerintem. Bár, így most már azért rosszabbak. Aha, ja. Ez így csak jó volt, hogy többen voltak. Akkor rakok ide moskétást. Ide egy darab festőt. Valahogy úgy kéne, hogy arra a festőre menjenek rá. Mindenképpen. És amíg ők elmennek oda, addig a moskétások már leszednek belőlük egy jó pár. Hát, és elfordultak. Lóval letarolni? Az se rossz. Csak akkor már nem maradt semmi pénzem, és a ló, hát... Nem mondom, hogy szar, de amúgy az. Tehát, hogy nagyon ritka. Hogy igazán jól működik. Hello! Ja, hát igazából pont ezek a dárdák azok, amik a lovas ellen a... A legrosszabbak, viszont ők egészen jól kapták, gyertek! Gyertek! Tovább kellett volna húznom az időt, basszus! Hát mondjuk azért az elég igaz. Úgy nyerni egy háborút, hogy húzod az időt hátul egy lóval, de... Hát a más nem működik. Ja. Nem. Oda nem. Ez előbb jobban sikerült. Valahogy így oldalból mentem nekik. Ha? Hú, de sok HP-je maradt. Valami lovas íjász kéne. Gyertek, gyertek! Hajjaj, hát ez hosszú lesz. Főleg most nem sikerült annyira jól ez a lovas támadás. De azért halnak? Halnak, oké.
Ne esz össze! Ja. Még nem sok hullát látok a földön. Hát elszédülök. Három darab maradt. Hát nagy lépcsőre. Nem tudom. Szerintem most komolyan lelőtt engem is. Nem baj, ügyes voltál. Hüha. Ó! Oh. Mi? Muskétásokat rakott le a játék magától, és én csak festőket rakhatok le. Esetleg... valahogy így... Hajaj! Ott kinyírták? Hát ott bizony kinyírták, igen. Viszont ott nem bírják. Aha. Lőjed! Gyerünk már! Nagyon jó. Azt tarod, hát abban már minimum van. Ez volt nagyjából a hetedik, oké. Okay. Na mi van? Nem sikerült bejutni? Oké, okay, ez a fás elterelő, mint hogyha a játék akarná, hogy észrevegyem ezeket a, nem tudom, trükköket. Vagy valami hasonló. Á, galamblövés. Itt nagyon gyorsan mozognak. Ajjaj. Ezért csak az a baj, hogy... egy lövés, és utána többet nem nagyon... Á, várja! Ha eltolással rakom őket, nagyobb eltolással, akkor mindig majd egy valaki le fog lőni egyet belőlük, és akkor így szépen... Hát, majdnem, bár... igen, kövi, igen, kövi, igen, jó, aha, ez így működik, csak... még hátrébről kell kezdeni velük. Plusz, hát azért mehetnek sűrűbben is. Na nézzük most. Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Ó, igen. Hú, az menő. Ó, az menő. Ha már hülyék, akkor... használjuk ki, mekkora szeme van. Jó. Hát végül is jól lát messzire. Na. Hát azért csak leraknék egy tankot. Illetve amíg van ez a fás taktika, addig... ki lehetne igazán használni a dolgot. Tetszik. Régi egységeket visszahozták. Mármint mikor? Mert én most nem láttam még rá frissítést. Nagyon jó. Mi? Benne volt Trump a játékba? Vagy mi? Ó, jaj. És ők hogy lesznek kinyírva?
Jaja, benne volt. Micsoda. Jézusom. Oké. Okay. Hát ez szívás. Szumi. Akkor az ennyire mégsem jó taktika ez, mi? Vagy nagyon ide szélre kéne rakni. Mert ott nem olyan vastag a... Nem olyan sűrű az erdő, ott annyira nem para, de... Legalábbis szerintem. Viszont ezen az oldalon para volt. Ajjaj! Viszont most nem túl sok időt szerzett ez a... Ez a festő. Ja. Ez a baj, hogy egyből rá tudtak ugrani. Akkor esetleg úgy oda. Esetleg talán oda. Trump falat rakott az enemy elé. Oké. Okay. Hát ezek már megint gyorsan megdöglöttek. Ó, baszki. Olyan jól működött a... tax ezelőtt. Csak maradj oda bent. Oh! Hogy beugrott? Na, már ezen az oldalon is borult a rendszer, jó van? Oké. Okay. Akkor inkább visszatérünk a tank plusz... hát... Az a baj, hogy... Valószínűleg rá fognak ugrani a tankra, és nagyon gyorsan ki fogják nyírni. Nyomom a space-t. Miért nem forogsz? Hogy forognak rajta? Aha. Jó, jó lesz az, jó lesz az. Alig sebeztek valamit. Ez jó, hogy magától lő. Victory. Azt hittem azért ez tovább fogják bírni. Aha. Van itt egy fő ninja. Suri, ajjaj. De valami tömegpusztító kéne. Tudok ilyet. Végül is miért is ne? Adjuk vissza a játéknak azt a sok szenvedést. Na-na. Na-na-na. Rigyé. Valaki esetleg kilövi? Nagyszerű. Hogy leugrottad a tőről? Kár, hogy nem élte túl. Már csak őt kéne. És ott is van. Oké. Okay. Oké. Okay. Eddig tartott a tankos történet. Legalábbis sokkal okosabban kell most már lerakni. Mi lenne, ha nagyon sok... ilyen ijász lenne? Még kíváncsi vagyok. Mert ezek ellen nem igazán ér semmit a... Hát mondjuk ide, hogy egy helyre állnak be.
Még hogy ők hogy fogják kinyírni a... Oh, baszki! Ja, kivédik a nyilat? Aha. A muskéta golyó csak nem tudják kivédeni. Alig ki kell lőnöm. Szutykot. Ne, ne, ne gyere ide! Ne gyere ide! Hogy hátba lőtt a saját emberét? Hoppá! A muskétás ninja! Hát erről ennyit. De ott, mintha valami eltalálta volna. Vagy mi? Aha. Lőd már le! Kivédi a muskéta lövedéket a kardjával. Hogy? Adj már reflexedbő. Na még egyet. Az a baj, hogy... Szerintem nem tud egymás után sokat kivédeni, mindig csak egyet-egyet, szóval egyszerre kéne tüzelni, de ezek hülyék. Ott is van! Jaj, ne, ez a számszerű, ó, ez nagyon durvás sebb ez. És elég sok van belőle. Viszont eléggé kevés az egység. Hát... Ide vagy távolsági kell... Vagy valaki, aki gyorsan mozog. Hát a ló az végül is gyors, de hogy mennyire lesz hatékony, azt nem tudom. Hát, talán... Ezt átvenném. Ouch! Jó, jó, a küldetését elvégezte. Hát ő nem. És már megint kivédik. A hátsókat le kéne lőni, az elsőket meg le kellene... Meg szeretném köszönni, hogy feliratkoztatok ránk. Nagyon jó érzés. Ja, a Balonársörre én is gondolkodtam, csak az a baj, hogy kivédik. Vagy most kevesen vannak, és mivel sokat tudok belőle hozni, így talán nem tudják meg kivédeni. Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, emiék. Köszönöm a 8. hónapodat. Aha, aha. Nem tudták kivédeni. Nagyszerű. A sorozatvető! Nem, ez nem jó. Talán, hogyha jobban szét lennék szórva. Akkor esetleg, de... Várjál csak! Hát nem, nincsen Secret Renaissance-os karakter. Hát, ha abból indulunk ki, hogy ugye itt 3 darab van, akkor hogyha ide 6-ot rakok, akkor ugye pont úgy fogják őket lőni, hogy nem tudják majd kivédeni. Hát nem. De milyen jó hangzott. De ha hozom ezt a bárdos gyilkost, akkor azt meg kilövik a rákba. Most mindjárt rázendít. De hát annyira nem volt rossz. Hátra kéne menni. Ajaj. Meghal. 3, 2, 1. Jaj, ne már. Ha előbb kezdem el irányítani, és végig... És
végig hátrafele megyek, akkor hátha. Ne! Ho, ho, ho! Gyorsabban mázol, no, hogy nem tud célozni. Oké? Okay. De közben ezek oldalt ugyanúgy túlélik. Hát mi a rákot csinálják ezekkel? Mert pont can't really ezeket. Csak utána nem maradt semmi. Az már nagyon kevés pénzből kéne csodát csinálni. Talán így később érnek oda. És össze megnézem, hogy oldalt működik-e. Ja, ő kapta, ő lecsapja. Igen, és akkor ő most megy tovább, érkezzek hátulról a... De ne menjél már középre! Neked itt oldalt kéne lőni. Nagyon jó. Még egy, nagyon szép. Oda is. Ó, hogy nem találtam el. Hát ez nem halt bele. Akkor mondjuk muskétás. Hát. Akár így. Persze, hogy nem találja el. Na, most ez mi volt? Eddig itt mészárlás volt. Úgy lecsapta őket. Most meg semmi. Na. Hát ez igen. Ja, így kell ezt csinálni. Nagyon szép. Ó, megvan. Most bemegyünk fedezék mögé. Igen, ő lesz a fedezék. Ha lenne valami tank, ami lefoglalja őket, amíg én... még ilyen kettő ninja is. Hát, az rip, igazából. Itt középen, amúgy... Most meg amúgy itt baloldalt élték túl, szóval... Vagy lehet, hogy azok középről jöttek ki? Na ez inkább ezt kéne rakni. Annyira nem szar egység ez. Meg mondjuk ilyet, hogy az IS-oknak elvegye a figyelmét. Ajaj. Kicsit későn kezdett betölteni. Hát ez nem talált. Ó, az ott középen eléggé jól tolta. Még azt is kinyírta ott hátul. Ó. Hát, ezt innen aztán lőhetem. Skilles mozgás, kikerül az összes tirat. Lőjé. Lőjé, köcsög! Hát... Ezt a ninja-t nem fogom tudni kinyírni. Aj, de jó! Persze! Kiszaladgálja. Na mindegy, de itt középre ez jó volt, akkor őket is lecserélem erre. Így.
Meg őket is. De most nézzük meg, most szerintem meg lesz. Hát, mondjuk ez most itt nem nagyon sikerült nekik. Oda kéne lőni. Jó barát. Ó, pont jókor. Azt még mennyien élnek? Még ott is a buskétás. Ó, easy. Nem tudtam, hogy ezek ennyire. Ennyire durvát oda szúrnak. Még a festő is túlélte, pedig ő azért volt, hogy felfogja az első golyót. Well done! Mit csinál? Lol, végigéltünk a reneszánszon. Nice! Oké, okay, akkor várjál csak, mi van még? Van a kalóz. Van a... A challenge. És van a collection. Collection of fun and interesting level. Tactically challenging. És... Kalóz. Oké. Okay. Igazából szavazzatok. Ja, valószínűleg a... Hát... Kalóz, challenge, vagy adventure. Ja, szerintem az adventure az inkább hosszabb, de nem annyira nehéz, a challenge az fájni fog. A kalóz meg, hát... az egy ilyen átlag lehet szerintem. Ó, az adventure az... Az úgy érzem, hogy viszi a pálmát. És hát ezt szinte már nem nagyon lehet megfordítani. Akkor ez bizony az adventure lesz. Ami nem kevesebb, mint 6 oldalas. Oké. Okay. Első pályam. The fuck? mindenki a fákról indul. Aha. Értem, és bármit hozhatok. Jajjajjajjaj. Fú, hát mondjuk ilyenkor kezdődnek a problémák, mert... Hát nem tudok dönteni hirtelen. Olyan nagy a választási lehetőség. Hát ezért régen volt már Reaper. Ezt nézzük meg. Meg mondjuk, nem tudom, legyen pár ilyen mellettük. A fele meghal, mert leesik a fáról. Ez most komoly. Hát jó. A fás pálya. Itt van egy secret? Tényleg? És ezt még nem találtuk meg? Oké. Okay. Biztos? Mert itt kerestem volna, vagy nem? Ó, mondjuk lehet, hogy nem. Na, közben a Reaper az igazából így megoldja a problémát. Jó, akkor megnézem. Hát itt ez a kis tábor, az tökre arról árulkodna, hogy itt legyen egy secret, de nincs. Itt van egy kutya, vagy farkas, vagy bármi. Nem tudom őszintén. Nem itt volt az, hogy a mapnak a szélén egy tuskóba beleállítva, vagy valami ilyesmi? Vagy csak a textúra volt ugyanilyen.
Hát... esetleg egy... hát itt el tudnám képzelni. De itt nincs. Akkor... itt... nem... hát pedig én mindent átnéztem. Nagyjából. What? Mi ez a kidőlt fa? Ez no. Na, merre van? Map szélén egy tuskón egy barna bokorszerűség. Barna bokorszerűség. Hát... ó! Oh. És tényleg? Mi a szar? Mi? Cheerleader? Oké, okay, pompom lány, hát nagyszerű. Hát itt az ilyen kecske, amíg keresem, addig nem nézek a chatre, aztán oda nézek, és már látom is, hogy hol van, és akkor megkeresem, mert nem fogok itt szerencsétlenkedni vele túl sokat. Hát nem tudom, hogy akkor még vajon mennyi hiányzik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab oldalanként, 1 oldal, 2 oldal, 3 oldal, 4 oldal, plusz 3, 21, 28, 29, 30, 31, akkor megvan minden. Ha csak nem számoltam el. Mert akkor viszont... mehetünk megnézni az ajtót. A titkos ajtó. Hello! Rakjam le az összes szik... nem fog kinyílni. Hát de mi? Az soha nem nyílik ki. What? Ez átverés volt. Nem á. Tökre beleéltem magamat. De szívesítük már. Azóta nem aludtam, mert nem tudtam, hogy mi van a titkos helyen. A titkos barlangba. Baszki. Hát, erről ennyit. Hazudtok, szomorú. Ez mi? Ez egy... ez valamit kirajzoltak ebből, de ez micsoda? Ki mit lát benne? Ez még talán gyertyet a virág? Vasvilla plusz széna. Kajak vasvillára felszugrva a széna. Mondjuk hát akkor igazából... de hát ja. Hát nem felszugrva, de ja. De van egy kis lyuk, amin be tudsz menni a titkos szobába. Micsoda? Oké. Okay. Mivel gyilkoljuk ki őket? Mondjuk, mivel ha... hol a cheerleader? 500-ba kerül egy cheerleader, na hát akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit csinál. Hát meglepődnél, de cheerel. Ő csak buffol.
buffol. Oh. Azt majd akkor viszont ki kéne próbálni. Cupido támadás. Itt fajtalankodás lesz. Húha, hát... De nem eléggé. Íj, a Cupidónak annyi. Rodja meg, akkor... Várja, mik vannak még ilyen 3000 ér? Sensei. Ez elméletileg nagyon kemény, de nem tudom. Ja, tényleg, ez még így... Aha. Így robban is. Hát igen. Hát igen, ez tényleg nem szar. Egy balista, még egy pompon. Hát a balista az ugye... Hát elég keveset lő. Gyorsítja az ütési sebességet. Például 30 cheerleader, meg egy mace spinner. Minél több a cheerleader, annál nagyobb a gyorsítás? Mert igazából szerintem ezt ki tudjuk... Na várj! Jó, egyet ezzel kipróbálok. Mi van? Na várja. Oké. Hívok egy Ice Giant-et. Plusz... Egy... Nem is tudom. Egy balista, igen. Egy balistát. Plusz cheerleader-öket. Hogy micsoda? Aki nem tudná ennek az alaplövési sebességét, csak megmutatom, hol a tökbe van. Anyád! Na jó, oké. Vannak ötleteim egyébként. Mace spinnert? Oké. Mindjárt. Azt a picsa. Jó. Hol a mace spinner? Kenny! Még attól függetlenül, húha! Húha! Nem az erőssége. Még egy Giant Samurai. Nem tudom, hogy őt hogy... Hogy tudják felcsírálni. Hát jó sokszor üt, mármint hát amennyire bírja. Na jó, várj. Még pár dolgot meg kell néznem. Ez mit fog csinálni? Na takarodj! Hát ez egy... Ez egy... Erős apukum túra. Oké.
ő miatt. Meg ugye ezekben többet is lehet. Azt a rohadt. Mace Spinner az special karakter? Már nem láttam, vagy hát vak voltam. Legyen Luffy is. Oh, szkajak. Nagyon keresem. Bomb Cannon. Ott a Mace Spinner. Hogy tolja? Skajak tornádó. Mi a szar? És be is húzza a tornádó őket. Wait. Kösz szép az a rédet, stakoyeti. Mi a szar? Ajajajajajaj. Kicsit túlpörög. Azt rohadt. Várjál. Jó ötlet. Kenyed! Ha nem bírja lábon. Nem bír lábon maradni. Vaj. Cupido. Egy darab Cupido. Egyetlen egy darab Cupido. Hajaj. Hát ez több Cupido kéne. Várjám. Töröd meg egy Cupidót. Aha. Igen. Igen. Van a Fire in Rate. Mit lehetne meg így bepörget? Úristen, a Da Vinci tankot. De ne menj olyan közel, he! Mi csinálsz? Az is tornádózik! Hát... Ez Feri ellen, kajak. A Luffy is, igen, Luffy is. De akkor csak egy ellen. Várj, ide három Luffy is kell. A Reaper-ön nem tudom mit gyorsítana. Repülj már el! Nem hiszem, hogy nem tudunk megrepetni egy Ice Giant-et. Na majd most. És ott van! De szép! Muskéta. Vagy Dead Eye. Kajak egy Dead Eye-t hozni. Várj. Hol a Dead Eye? Várj, össze a muskétásokat. Igen. Hát... Be se tölt. Kész. Szerintem... Várj, egy Dead Eye versus egy Ice Giant.
Csak where is the die? Ajaj. Oh, the die. Hello, állj már föl, mit csinálsz? Hogy pörgeti azt a... izét? Itt minden nagyon durva. Hát ez aztán igen. Mondjuk ez. Olyan eső lesz. Pergeti, hát csak nem sevez eleget ahhoz, hogy kinyírja. Esetleg ez. Hogy micsoda? Várja, ez még egyszer? Azt a kézmunkát figyeld! Ez még néha ráförget egyet. Hát igen. Hát igen. Várja, tudod mit akarok még megnézni? Ezt a katapultot. Onnan álljál föl! Artemis? Fú, az nem tudom melyik. Ó, aha. Egy jó... az jó lesz. Tűzi játék lövős? Az se rossz. Szépen sorjába, szépen sorjába. Ez, hallod? Instant 3 giantot hozok ellene, ez ki fogja őket olyan szinten nyírni. Hát nem látod. Nem látod a giantet. Easybe, figyeld meg. Hát van egy kis probléma az élsimítással. Meg ilyenek. Ajaj. Hajajaj. Közelednek. És halnak. És halnak. Hát azért... Jó. Őt már próbáltuk. Várjál, melyik volt? Tűzijáték lövés cucc, igen. Az... arra vagyok kíváncsi, hogy ele tudjuk röpíteni. Hát... nagyjából repül. De még azért bele kell rakni egy kis anyagot. Ha? Hát... az a baj, hogy nagyon messze vannak a cheerleaderöktől. És nem instant kapják a buffot. Szépen lassan repül. Ja. Ice Archer. Hát ez valószínűleg... Monkey King az vajon többször fog izélni? Red Jade? Az nem tudom melyik, az a baj. Hajaj. Buff buff, gyerünk, nyomjad. Á, nem lesz belőle több, mint alapból. Hát nem. Egy ninja. Egy darab ninja. Egy kis ninja. Az óriás ellen. Hát, ha esetleg tudna lőni egy kicsit messzebbre, akkor még azt mondom.
Harpooner. Harpooner. Ő hogy tudna többet lőni? Hűha. Micsoda? Azt hiszem a harmadik. Állj a Red Jade. Lady Red Jade. Hát ez is egy... ez is egy tornádó. Jó, oké. Oké, ezt egészen... egészen kimaxoltuk. Ez a cheerleader, ez nagyon menő. És hogy ki van dolgozva? Hogy mindegyik egységgel jól működjen. Ez menő. Jó, hát itt tudjuk majd ezt használni. Szerintem használni is fogjuk. Kijönnek a bálák a kukoricásból. Mondjuk... egy ilyet. Még itt most kevesebb a cheerleaderöm, de... az első szar. Új, de tüzes nyílas lövős kell. Kigyullasztani őket a rágba. Ajjaj! Ajjaj! Odaértek, nem jó! Igen. Ide tüzes kell. Hát instant elég. Kis pénzből, egyetlen egységből olyan erős egységet lehet csinálni, hogy az hihetetlen. Jó, annyira nem kis pénzből, de azért... Na. Na, így gyertek közelebb. Jó. Hát ez megvan. Száz húsz pénzem van. Puk! Hát igen, az nem jó, ha én is meghalok. Gyerünk! Puk! Hogy leesett? Ja, és pont ez az egyetlen hiányzott, a cheerleader. Jaj, ne a zombi hadsereg, fú, ennek mi is a... Ragok meg egy cheerleadert, nem tudom, mi fog történni. Lehet, hogy a karjával sűrűbben tud csinálni ezt a becsapást. Az viszont elég menő. Meg ugye egy sűrűbben csapkod a kaszájával is. Hát... sajnálom. Háromszáz pénzem van, és bárdok vannak ott. Azon vele fog esni. Kivéve, ha irányítom. Sziasztok! Ezek elszaladnak előlem. Hello! Hello! Win!
Jó. Hoppa Fire Mage. Úristen, mennyi mage. Hát... Hogy répázzuk meg őket? Mondjuk így. Igen. Szórakozol velem? 100-ból? Hát... Na, nézzük. Beleesett. Belehalsz a zuhanásba. Streamcorddal összeveszitek, vagy mi a baja? Streamcord? Az mi a halál? Hát Feri is hozzá valószínűleg a pompom lányokat. Ó, oh, DC értesítés. Hát elméletileg kéne jönnie. Legyen egy kis pompomlány. Egy kettő. Meg egy pár Archer, meg mit tudom én is, nem. Hogy kijönnek a kukoricásból? Hüha, védeni kéne a cheerleadereket, nem. A héten még nem jött egyszer se, az mondjuk erős. Úgy egyszer beállítottam, és azóta úgy nagyjából működött. Néha. Néha időben. De... Jó, azért ezeket a zombiket nem néz counterölni. ...1500-ból. Hát itt még mindig van ez a lesétálós trükk, de... Hát ez egy... Hát nem tudom, ez nem lesz elég. Mondjuk azért elpróbálkozásnak nem volt rossz. Azt a rohadt errá kell küldeni. Na jó. Sandbox? Ezt látnom kell. Ready? Na jó. Na jó, azért ellenes állnál kidárcba, tehát, hogy... Őt is megéri használni, maradjunk annyiban. De hogy ide mit csinálják? Valami nagyon olcsó, hát... Egy 500-as valami kellene, amit feltuningolok kettő cheerleaderre, szerintem. Snake Archer. Azt se próbáltuk ki. Na, majd kifogjuk. Hát, nem tudom, akkor még inkább rakok belőle többet. Habár a franc se tudja. Még annyira nem rossz egyelőre. Hát de, most verték pofán. Special lótök. Hello! Wow! Ez mindig durva. Csak az a baj, hogy hát nem halt meg mindenki.
Tehát azért 100 és semmit rakok már. Egy ilyet. Nem volt jó. Nagyon jó. Fordulás. Victory. 4200. Ezek ellen? Hogy alázzuk meg? Ezzel tervezem. Jaj, ezek ugrani fognak. Az nem jó. Ja. Ide valami messzebbről lövő kell. Egy kupidó. De akkor még jött egy cheerleader. Hajrá, Kupido! Húha! Hát... akkor valami igazán messzire lövő kell. Melyik lő gyorsabban, a muskétás vagy a Dead Eye? Mind a kettő brutálisan lassú. Hogy esetleg most ennyi cheerleaderre. Hát egy fokkal jobb, és ráugranak. Esetleg spear dobó. De még rá is ráugranak. Az ugrósokat... na jó van. Hát akkor maradjon ez. Nincs rossz választás. Ha hát ezeknek gyorsan annyi lett. Mármint a szurkoló táboromnak. És nekik is. Így a challenge is easy? Hát na várjál, lesz ott secret karakter, ezt még nem tudjuk. Bemerem vállalni, hogy ő kinyírja. Következő. Egy kassa formában vannak a kaszások, hát. Nice. Mit szólsz egy Pumpkin katapulthoz és megfelelő szurkoló táborhoz. Hát ilyen közelre már nem tud lőni. De tud azért. A csávó mit érez? Oké, megvolt. Húha, ott mi van? Szerintem ezt egy tank tudja megfelelően kezelni. Igen. Mint ha bowlingoznánk. Pontosan olyan. Vannak még? De hol? Oké, megvan. Ő egy hosszú spearrel jön. Nekünk akkor le kellene őt dobni. Tak! Ez jó egyébként, mert megtanít arra, hogy mivel mit tudsz counterelni. De gyönyörűen. Fel lehet ezt gyújtani. Vlad. Húha. Hát igen. Mondjuk hátul meg jött egy király is. Az a baj, hogy ő hülye és nem megy előre. Majd én előre megyek.
Te megborult ezzel a tricskával. Te mit csinálsz amúgy? Miért pont itt kellett nyakon verni? Nem túl meggyőző. Jó, akkor... Van egy másik ötletem. A spear dobósa kíváncsi vagyok, hogy mit tud megfelelő mennyiségű szurkolótáborra. Hát elég vérszegény. Ballista. Plusz. Cheerleader. És így szépen keresztül lő rajtuk. Igen. Katapult plusz pompom. Az már megvolt. Bone Mage. Igen, igen, az már nekem is megfordult a fejembe, csak... Őszintén nem tudom, hogy abból mi fog kisülni. Ezek csak healerek, meg egy kis... csóri. Ez fura. Hát a max HP-jánál többet nem tud. Most komolyan? Amúgy az kéje. Hát ez nem volt a legjobb ötlet. Így utólag. Majd rohagyjatok meg. De a Reaper meg túl drága hozzá. Várjál, van valami 500 ér. Na és ez? A tömegpusztító fegyver. Csak dobálja a szarjait. Már két kézzel dobálja a szarjait. Ez mi? Ez a harcos csávó. De az nem megdöglött. Csak majdnem. Nem is tudtam, hogy ő sebez amúgy. Pedig úgy néz ki, hogy de. Ha mindjárt le leszek dobva a mapról, ha nem hiszem el. Aha. Ja, ugye van egy király, azért van 4000 bízem. Legyen... Firework Work Archer. Úgy el fognak repülni. Hát ne rálőjére, mert nem kell. Nem jöttök közel, az biztos. Ajaj, de folyamatosan közelednek. Vagyek! De hogy még a kaszásokat se nyírja ki a robbanás, se beszarok. Kenjed oda! Na ez már sebez. Jó. kéne majd... forgószelezni is, hogyha sokan lesznek. Izé. Csak annak...
Hoppá! Eldobja a pisztolyát. Hát, te sem vagy a legerősebb láncem. Skeleton Warrior. Oké. Esetleg valaki más. Ajjel, ilyet ráfejelt. A raptor az elég durva. Ő fejjel támad. Bárd. Hát ezeket meg kell ijeszteni igazából. Vagy ledobálni karlam. Így szépen sorjában. Ahogyan az kell. Köszönöm szépen. Hát... van egy elképzelésem. Igen, ne esd már el! Pak! Ja. Bentről az alagútból fognak kijönni. Hát onnan nem fognak kijönni. Mondjuk egy ilyen. Úgy le fogja őket darálni még mielőtt kérnének. Mik jönnek egyáltalán, azt tudom. Ez komoly. Vagy a gépfegyver, az is uha. Ez is egy gépfegyver, hagyjad már! Igen. Hajaj, hát itt már 200 a büdzsé. Legyezzük meg azzal. Péklapátta. Ti is arra gondoltok, amire én? Na ebből mi lesz? Javjad! És megtartja! És nem bír... Áááááájt! És majd szinte megtartja az Ice Giant-ot, beszarok. Hú, na várj. De kell... Igen. Yeah. Ong, te vagy az. Hogy elcsúsznak. A légidomár. Vajon ez sebezés valamit, vagy csak ő így... fújkál. Hát ezt megették. Ííí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 í Mi az, amit el tudna fújni? Tree Giant? Főként a földön feküdt. Giant Samurai? Őt azért már csak el tudja. Shouter? Itt valami viharba kéne harcolnia. Nem várjam. Ja, ő így ráüvölt. Hát ez igen. Ez nem volt semmi. Ó, na várjál. A fejelőset?
Szít fejeli. Nem rossz ötlet. Neki nem jön olyan gyorsan az üvöltés. Na? Nem, mert ugye neki is van egy movesetje, tehát egy ide, amíg elugrik, odaér, izé. És ugye... És tolják! És eltolják! Vagy le fogják tolni? Végül is, ha így haladnak. Meghalt! A szélbe. Na jó van. Igen, hol tartottunk? Itt. Nagy a szembeszél. Szóval őt kéne valahogy megölni. Hát ugye van pajzsa is, meg messzire kiér, szóval... Hát nem tudom. Esetleg trükkös nyillal? Hogy égő nyillal? Vagy valami suicide-ességgel? Hát a bomb on a stick. Nem az a lényeg, hogy felrobbanjon, hogyha hozzáér, vagy valami. Hoppá, hátba is, mindenhonnan. Ez veszélyesen hangzik. Lássuk, mit csinál velük itt. Egy fa. A fák ura. Pif! Rohadjatok meg! Fölmásztok a fákra. Milyen dolog ez? Hú, hát maga a lányra nem tud ütni. Az a baj. Legyél már szerencsétlen! A francba! Osz betalált! Jó, most már te következel. A szél lassan meg a... ja. Szegény mamutok. Ajajajajajaj. Hát igen. Ez. A két hős ijász. Két hős... Nem is. Maradjunk benne a... izébe. Spearrel fogjuk őket levadászni. Kíváncsi vagyok. Hüha! Hüha! Hát, neki nem volt elég. Na jó. Hát... ki szereti a mamutokat, az most ne nézzen ide. Ijj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 
Ez így lehet, hogy működni fog. Ó, oh, igen. Szétkapják a gyígyók gyorsan. És rámennek a másikra is utána. De ne parkoljál még onnan. Szétlőtte magát. Oké. Okay. Na, ő ugrik. Aha. Na, erre ugorja, hülye gyere. Hát... Dír! Hát, jól van. Ez se volt az igazi. The teacher. Gyere már, hülye! Fejelőssel egy V1-be.
Nem is rossz ötlet. Ha már mind a ketten ilyen kemény fejűek. Akkor már hozok belőle a kettőt. Hát nekik valahogy nem olyan élesek a reflexeik, mint ennek. Ice Archer. Ó, úristen. Hát akkor eleve ide kell rakni? Utána megfordul. Talicska. Ó, ne legyél már idióta. Kelj már föl. Gyere le. Ott is van. Én most már egy hazai pályán voltam. Talicskákkal fognak jönni. Na jó van akkor. Pörgessük be őket egy kicsikét. Hogy pörög? Ejt a talicskára. Hülyére pofozza őket a... Ki jel még? Mi történik itt a... What? Na várjál. Azt tudom, tőlem ki jel még. Itt valami félre csúszott. Annyira nincsenek sokan, hogy indokolt. Bekupidózni őket. És akkor egymásnak tolják majd a talicskát. Frontális ütközések lesznek. De kupidót előbb letolták. Hát... Mondjuk de, Raptor Rider. Ezt nem borítják meg talicskával. De könnyen legyőzték őket. Ezt nem is lettek volna. Easy. Talán fel a vízbe fog sétálni, nem? Hát... Három firework archer. Mert le fognak repülni. Elméletben. Hogy pörök. Hogy nyomja? És már itt sincs. Hajjaj. Még szerencsé, nem tudod beleütni. Nekem bejött, Kage. Vivit nem tudom rávenni, hogy folytassuk, és egyedül meg nem... Tehát, hogy annyira nem jön be, hogy egyedül folytassam, hiszen már végigvittem anno Xboxon teljesen kis 100%-os, szóval így egyedül nem túl nagy fan. Max így, hogyha nem egyedül vagyok, de... Ja. Olyan szalom a bálák is, ennyi? Hát, megpróbáltam én ezt a tízes nyílvesszőt, de annyira nem volt hatékony, de csak megpróbálom még egyszer. Az a baj, nem igazán van meg ez a szalmából van, tehát a fire damage nagyon sokat sebez neki dolog. Viszont egy kis kapun jönnek ki, szóval így aztán sok mindent csináltunk velük, ami... Mit csak lehet, jövök meg. Kedves ajánlat, kedves ajánlat.
Hát feltartják egymást. Húha, hát ott már... forró hangulat. Na jó. Hozzuk a dejszüzérséget. Őt. Kenyed! Tekerjed! Még a mapról is lelök ide párat. Hajaj, te amúgy kancsal vagy, vagy mi a szar? Hát ott van előtted, őt kéne lőni. Hú, de én ilyen gyorsan nem tudok kattingatni. Ő mintha még... Ágám. Jó volt ez. Bankrabló az ugye csak egyet támad. Hajaj, na ez egy érdekes kérdés. Mágust mivel counterölsz? Az a durva, hogy a mágus... Mágussal? Nem. Hát valamivel, ami messziről támad. Mondjuk így önmagában nem nehéz. Akkor nehéz, hogyha van mellett valami más is. De ez a mágus, ez nagyon, nagyon, nagyon durva. Mint mondtam, főként inkább csapatban durva. Zeus van, olyan régen láttam. Furcsa, hogy ilyen lassan lő. Hello. Akad a stream, mert nálam is kidobott egy ilyen errort, de hát ezek nem kéne bajnak lennie. Áó, ezek snake archerök. Húha, eddig nem is nagyon hozott jelszokat. Hűha, hát az első lövést azt ugye valaminek el kéne nyelnie. És ha ez megvan, akkor utána kéne valami durvát hozni, és ő eléggé durva területi sebzésbe. Ajaj. Ó, oh, mert, aha. Rossz helyre raktam őket. Szélre kell őket rakni, hogy oda lőjenek. Még szélebbre. Most túlélte? Hú. Hogy végigpusztított rajtuk. Néha bejön egy puffer. Akkor ez viszont nem nálam van, mert nálam a képkocka meg ilyenek azok nem dobódnak el. Akkor lehet, hogy valami a Twitch-en van. És mi van akkor, ha... jobban kis egységek ellen használom ezt. Ezt a fújót. Á, az a baj... hogy bekerült már mögé? De két oldalra kéne valami. Valami vadállat. Ez a baj, pont pajzson a kezükbe, de... hát ennyire nem lényeges. De igenis lényeges. Úgy felfogta, mint az állat. Valami olyan kell, ami nagyot üt. Mondjuk egy ballista. Ó. Oh.
Viszont akkor meg rakok egy pomponost. Ide. Mász tetőről szedi le őket. Azt a rohadt. Igen. Keresztül az összeset. Gyere, Kevi. Ezt a lassítást. Nagyon bírom. Hát na jó, a hitboxról annyit ne beszélgessünk, de... Hogy eltolta? Na? Hoppá, a pomponosok közben már kioffo... Ja nem, itt vannak, oké. Ki jön még? Halló? Hát nem látok senkit. Banyek. Ennek a kiküszöbölésére lehetséges, hogy kéne rakni valakit, aki úgy mozgékony. És sokára ér oda. És akkor megkeresi az ilyen... Az ilyen túlélt... dolgokat. Mondjuk... Hát nagyon nem indult sem erre a... A löveg se pedig elment, hogy kéne neki. Hogyha érzékel, hogy még valaki él. Na, nyomjad! Csak ne lőd hátba, léci! Ne lőd hátba! Inkább odébb állok. Ne! Oké. Oké. Na, hogy kitáncolt? Na persze, most meg meghal mindenki. Jaj, ez is ugrik, de ez még durvábbat. Egy monk? Fültisztító pálcikákkal? Ja, várj, nem ugrik. What? Merj már oda neki egyet! Azért már van HP-ja. Mondjuk egy ilyen. Szurked! Wow! Hú, ez is jó! Tir! Nem elég jó. Oh, oké. Okay. Dead. Hát igen. Hello? Mi történik? Na jó, van, hát... a kapitány is tud. Hű. Ők lőnek ugyebár. Bombadobó. Igen, itt a kalózoknál azért vannak lövős karakterek. Mondjuk ő verekszik is. Lőjük ki őket kanonnal. Egy darabban. És remélem nagy a hatósugara. A természetes élőhelyükön. A mamutok. Hát... Ő még csak ki se tudott jönni. Azt hittem el se találja. Hasonló taktikát érzek amúgy.
mert a talicskások előre fogják majd tolni. Viszont... hát, hogy nem tudják majd, hogyha jön szembe velük a ágyújó. Mondjuk, hogy jönnek át a taliskások? A lábuk között. A másik oldala már ki van tisztítva. Na mondjuk ez is ki lenne, hogyha a mamut az estével nem védené a... hát, tűnik el. Felmásztak almáé, vagy nem tudom. Itt az alma. Nézzük meg egy kalózt. Mondjuk ezt így. Így. Ők eléggé lassan lőnek a... bemérgezős köcsög. Ha ő ilyet hoz, akkor hozok én is ilyet. Úgy le fogod sétálni az összes. De messzire dobnak ezek. Ajjaj. Na és így. What? Ja, rossz oda. Oké. Hát itt nem nagyon hatotta meg ez a bemérgezés. Hoppá, hoppá. 1v1 a katonával. Hát... ez kibírta. Kagyló. Mi az a kis kagyló? Wait a second. Mi van akkor? Ha ráereszted az Ice Giant-re a kagylót. Mondjuk így. Hogy ennek? Megzabálják? Húha. Hát húha. Azt a rohadt. Vigye, eltemetik. Az Ice Giant-ra annyira nem volt hatással. Mi van akkor, hogyha mondjuk egy nagy sereget kell legyőzni? Szerintem ebben jók lesznek. Az a baj, raktam be ide véletlenül pár ilyet is. Menj. Azokra ugráljátok, hülyék! Hát annyira nem vérszomjas kagylók, de... végül is teszik a dolgukat. Hát, ja... kinyúvott a kagylódobálós. Nem, nem az új kedvenc karakterem. A kagylódobálós. Igen. A kaszával. Vágtarkon! Kelj már fel és harcolj! Hát viszont hallásra. Keresztül lőtt a pajzsán. Hát igen. Hát igen. A Dead Eye. Ez mind poison.
Ezekre dobja az összes poison-t. Az nem fog menni. Ja, hogy ez ekkora területi? A picsába. Jó, akkor más terv. Legyen mondjuk... Várjál csak. Ha a muskétest ebben a... így rakom, akkor szépen sorjába ki lesznek lőve. És kész is. Azért ez is keresztül visz többet. Igen. Majd ránézik a Discord botra. Valami megoldom. Ők vajon milyenek? Azon kívül, hogy szarok. Hát igen, nagyon szarok. Úgy elestek, mint hogyha... semmi nem lenne. Hát elmentik a Dead Eye-nek, ezt így tudnia kell kezelni. Ha kicsikét megboostolják. Hát igen. Kelj föl! Ajajaj, de ne a földet lőjed már, te idióta! És még mindig él, mi a szar? Na csak sikerült azért. mi a szar? Ua, 830. Hát... ez igen, apukám. Lőjj már! Miben nem hal? Ninja. Ez sokat sebez. Viszont csak egyszer kell agyonütni és vége. De hogy még nem bírt hozzáérni? Hogy? Szerencsétlen. Próbáltam már a kupidót, igen. Mondjuk ezekkel... hogy elrepülnek? Ajaj! Ajaj! What? A Reaper-t most megnézem, hogy... milyen, ha igazán cheerleaderezem. Van mellette jó hó. De fölnyársalt. Jaj, de utálom ezeket a varjas genyókat. Snake Archer nem jó, mert ők repülnek. Hát én erre tudok az a baj, csak gondolni. Vele kilőni őket. Csak már megint meg fog borulni az idióta. Igen, és hát mire odaérne, addigra meghal. Megvan az utolsó secret bizony. Jézusom. Ez mi?
Vajon ebből kettő... Hát megmondjuk kettő ilyen. Az meg mi? Hát persze. Hát annyira nem durva a firing rate. Igen, mondjuk ahhoz képest. Nagyon kevés AP-ja. És akkor most nézzük meg, hogy mi van akkor, ha csak egy van belőle. Cheerleaderekkel van. Egy kicsikét drágámnak kéne lennie szerintem a cheerleadernek. Ezzel most magam ellen beszélek, de... azt kell, hogy mondjam, hogy talán egy picit olcsó. Egy... bármelyik egységből, majdnem bármelyik egységből az gadot csinál instant. Na. Íh, hát mire itt lett a izéből? Azt rölt. Gyere már le onnan! Hogy szedjem le onnan? Nem bírok odaig fellőni. De te mi az anyádat csinálsz ide fönt? Mintha le akarna jönni. Aha, az nekem csak jó. Hát igen, eleinte sokoltam az árát, de most már így meggondoltam magamat. Na? Pff. Dead? Ó, nem már. Arra menjünk át, srácok! Mert gyorsabban mozog, miközben dobálózik, de... annyira talán mégsem megérős. Létszik, dobjál fel odáig! Hopp! Hopp! És megvan. Oké. Okay. Egy raptor hadsereg. Hűha. Nem találtak a berepülős támadások, amiket csináltak. Az volt a nagy szerencse. Hát, ennyit a raptor hadseregre. És ennyit a madarakról. Huha. Huha! Pittolat a licskával! Taekwondo. Nem. Nem az igazi. Akkor mondjuk... hát... belőle csak ilyen kevés. Egy Giant, meg egy... meg kettő cheerleader mögé. Ő is már egyet, mit csinálsz? Ne legyél be szerencsétlen! Ez meg hót. Jöjjön, Zeus! Uha, hát mondjuk ezt a pofont, ezt kapta. Az a baj, hogy ők eléggé messzire nagyon gyorsan elugranak.
És mi van, rakok két Reaper, csak úgy a... Hát akkor nyerek. Igazából nagyjából ennyi történik. Semmi különös. És még maradt egy ezresem egyébként. Hát igen, azért túl sok élete nincsen annak a talicskásnak. Mennyi király. Kenjünk oda neki. Ismerje meg, milyen egy jó katapult. Hát ez az a baj, túl király, hogy ne használjam, pedig én próbálom nem használni, de... Ez túl jó. Ennyi. Oh. Na várjál. Ki kell számolni. Ő fogja ott hátul megnyerni. Jó, várjál, hülye ezek, ilyenkor lejönnek a hajóról. Baszki. Jó, attól még az elképzelés az nem volt rossz. Csak utána még kell valaki, aki innen hátulról elvégzi a feladatot. Opa. Jó, hogy látom, mindegyik kinyúlott. Á, nem, az a hátsó, az még ilyen. Megy a shearing, de... hogy visszalökte a hajót. Hagyjad már. Oké. Okay. Bitch! Mi az óriási fakanál? Hatszáz? Ez nem sok. Hát, egy jól irányzott lövés kell ide az a helyzet, csak azelőtt, mielőtt ő még tudna bármit csinálni. Vagy... nincs elég a Dedájra. De szépen mellé lőttél, gratulálok. És most ketten lőttek mellé. Az a baj, hogy... Hogy nem bírják eltalálni, mert gyorsan mozog. Egy jó kaktusz. Azt az ölelgeteti. Jó, hát akkor csak ez marad, hogy... Őt olyan távolságba kell rakni, hogy... Hogy ki tudja lőni. Aha. Micsoda? És erre van 7000-em. Érdekes.
Jöjjön akkor egy kis raptor, hátulról. Húha, azért annyira gyorsan, nem menjetek már. Ajaj. Ajaj. Túl gyorsan előre értek a raptorok, így még bekapták a másik hajót. El is felejtettem, hogy ezek ilyen rohadt gyorsak. Ups. Itt vagyok így. Meg egy pár ilyet. A lényeg úgy is az, hogy elnyomják ezt a ugrásukat. Utána már free kill az összes. Ja. És el is repülhetnek akár. Mi? Elon Musk rakétái nem nyomnak ilyen sebességet felszálláskor, mint pár. Hát nézd meg. Oké, okay, ez már csak megvan. Ez még? Nem. Máté sem. Akkor ki él még? What? Hát mi történik? Mi a szart pogóztok? Vagy mi a ha... Állj már le, hülye gyerek! Hát nem hiszem, hogy nem lehet érteni a szép szóból. Ezek összenőttek? De már megint hol maradt életbe? Nem vágom. Jó, van anyád, de szórok hozzá. Hol a... Mondjuk így ilyen. Igazából... Ender guy? Nem tudom. Lehet, hogy majd elő fog kerülni. El voltunk vele... Annó is. Tök jó volt, de... Számunkra annyira nem maradt emlékezetes, hogy... Kígyót irányítani? Ez jó kérdés. Ezt nem tudom. Na vajon mivel fogjuk kinyírni őket? Meglepő módon felrobbantjuk őket a gyászban. Ahogy csak lehet. Lehet irányítani. Mi a szar? Húha? Hát ez... Őszintén nem tudom. Ez úgy megfejel. Ő egy sebez. Ő ki tud előle... dodzsolni. Hát ezért ez fájhatott. Megfogta. Hát igen, egyszerre két irányba nem tud menni. Még leforgószerezni őket. Vannak hozzá, nem kevesen. Ó, banyek.
Ouch! 4500... Egy ilyen... Erre ugrálhattok, rohadékok. Meg se érzi. Hohoho! Hohohoho! Oké. Okay. Begrisítem a paláz ellenség? Oh. Jönnek hajóval! Hát csak meg fognak halni, mert vízbe vannak. Mi a szar? De milyen arra egyesedik velek volt a hajóval? Legyen nyílzápor. Oh, wait. Ezt kicsikét félrenéztem. Ott nincsen átjáró. Na, legyél már hülye. Mit csinálsz? Arra menjél már! Na, jaj! Oké, ezt irányítanom kell. Gyertek. Nem tudom, hogy mi történik előttem. De az biztos, hogy nem jönnek át. Hajaj. Te hogy jöttél ki a vízbe? Nem érdekes. Haló? Aha. Hajaj, hát ez veszélyes, mert itt túl közel leszek hozzá. Pont benne voltak. Hát ez annyira nem lesz nehéz. Ja. Yeah. És ez csak a legelső egység, amire rákattintottam. Ó, oh, Zeus! Ó, 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 ó! Oldjuk meg Reaper-ösen. Egy Reaper se halt meg, pedig azért a varjú, és az eléggé a gyengének mondható. Azért nem azt mondom, hogy... Híde-húde, de... Fire in the hole! Akkor egy Zeusról, Jézusom, mi történik? Áó, hát ezt... Ide kéne magad elé, he? Pont behaltak. Király, vs... Ó, nem már. Ó, nem már. Ja de, ez lehet. Baszki. Vlade? Szúrjál oda neki azt, ahogy bokán verte azzal a fával. Mondjuk lehetséges, hogy a hegyesebbik oldalát használná, akkor az halálosabb lenne, de... Végülis ez se rossz. Íjjjjj. Túlélte. Halló? Uram! Ura! Ez még ilyen? The fuck? Ja nem, nem ilyen. Mi? Hello, Xenon.
Mi történik? Csapja le neki! Ne meg egyet! Nagyon jó, hú, jaj! Mennyi HP-ja van ennek? Úristen. Na? Ó, hát így nem fog tudni ennyire közeledni ám. Azért sztor rajta egyet, jajjaj, nem állj már meg. Jó, de jókor esett le. Száz. És csak kardost. Hogy mi? És ahogy felteszem a fára és lesétálnak. Vagy... Anyád. Szurkád! Nagyon jó! Nagyon jó! Ne! Ha! Ha! Hú! A földön! A földön! Amíg ott fekszik! Hát nem hiszem el, te rohadék! Tarkon verte. Aj, de pedig az első nagyon jó ment. Ah! Nagyon jó. Na jó, átadom. Gyerünk, tudom, hogy képes vagy. Oh, kipróbáljátok majd Kodival a groundot. Groundedot. Igen, mindenféleképpen ki fogjuk próbálni, sőt, viszont eléggé vegyes lett az értékelés erre. Most rá is nézek, hogy azóta hogyan alakult, mert tegnap néztem, és hát... Uha. Ha bár ilyen kezdetleges multiplayer problémákra mondanak meg ilyenek, de hát azt kell, hogy mondjam, annyira nem hozta meg feltétlen a kedvemet. Ó, azóta már egy fokkal jobb lett a dolog. Aha. Ja. Ja, egy fokkal jobb lett. Mindenképpen meg akarjuk próbálni. Szombaton vidinyózunk. Az remélem nem új információ. Dávid, kérdeztem. De ezt tegnap beszéltük. Ott élettem át. De ezt tegnap találtuk ki Váskókodinak. Nem jó, megy dolgozni. És szombaton fogunk részt felvenni a Groundedba. Ja, mindenképpen. Ja, oké. Mamut lovasok, mi a szar? Hát, sweet, meg minden, de hát... Hát még valahogy mit csiszolni, de ugye elmentünk nagyon rövid, meg ilyenek, nem tudom. Hát ez igazából attól is függ, hogy... Ó, oh, mamut versus... Puff! Hogy elfeküdt? Puff! Na, ez meg hova menti? Hát egyiknek se jobb a... A mozgása, azt kell, hogy mondjam. Mamut vs. mamut, figyelj! Ó, anyám! De hogy ők most itt sebzik egymást? Ó, igen? Kifektetlek! Kifektetlek!
szemét! Számoljon rá, bíró! Hogy begyűrte maga alá? The end. Oké, collection complete. Zsír, és akkor maradt a challenge, meg maradt a kalóz. Oké, szerintem nyaljunk bele egy kicsikét a kalózba. Hagyjuk meg a challenge-et a legvégére. Pár pályát letanulunk a kalózba, és akkor utána, meg majd legközelebb befejezzük a kalózot, és a challenge-et is megcsináljuk, remélem, hogy sikerülni fog. Én a fagyiba szeretnék. Hát, és ennyit a szikritekről. Hűha. Hát nem tudom. Hát, ez kezdésnek annyira nem volt rossz, de... Ez eléggé rossz is volt. Esetleg kiégetni őket. Hú, csak nagyon kapja a lövést. Nem, ezek itt nem égnek ki. Akkor Snake Archer. Ó, és lőnek a snake-ekre. Nagyon jó. Ja, és ilyenkor már el is dobják a kezükből a fegyvert. Easy. Habár vannak egy páran. Így jó akarok lenni? Nem tudok így jó lenni. Hohohoho! Milyen... Milyen sajtos tejfel... Asztarat! Ott a kígyó! Ott a kígyó! Zabáld föl! Hogy megy? Csimeg! Is van. Ajaj. Ninják. Ah. High ground az meg... Megvan. Nagyjából. Köszi. De rohadt hangos ez a zene amúgy. Vigy meg sügizőleg. Ezek mit csinálják? High groundot ki lehetne használni ilyenekre, csak az a baj, hogy ők is fegyverekkel jönnek, tehát így annyira... Nem vagyok előnybe. Úgy fellőnek, ahogy csak akarnak. Nem. Nincs meg. Szamurájok. Gondolj bele. Minden lövés kivédenek. Majdnem mindet. Ó, és még vissza is pattan, ugye? Ja, talán. Igen. Új, de jó a szamurája. Lövős karakterek ellen. Mi ez a hordóruha? Azt hiszem nagyjából megvan az ellenszer. Hello, Ervin. Harpoon. Na, eddig tartott.
Harpoon. Ez harpoonozzad. Mert el sem fog találni, úgy ugrál. Ott is van. De eltaláltam. Basszus. Lassan, de biztosan. Hát ez megdöglött. Végülis, hogyha itt is a mennyiségre megyek, sőt... Ha még durvábban a mennyiségre megyek... Akkor az működhet, azt se tudják, hova lőjenek. Ezek miben haltak bele? Már elnézést. Nem jó. Ez taktika lesz. Figyeld meg. Azokat behárpúnozza. Nagyjából. És már meg is haltak. Pedig csak egyet lőttek azokat. Milyen short tizet kapott. Ez még mi volt? Azt hiszem megint szamurájakat kell hozni. Aha. Júj, de jó. Ki júj, de jók a szamurájok. Verj ide. Van egy olyan érzés, hogy szamurájokat kell hozni. De ami működik, nem kell újra kitalálni. Húha, hát mondjuk ez most az ágyú. Aha, oké. Okay. Annyit kell változtatni, hogy... Sőt, ezt mehet vissza. És egy ide, egy ide. Az első ágyú lövést ő fogják kapni. Így sok szamurájom életét megmentem. Utána ugyanúgy telibe kapják, de az más kérdés. Kivéve, hogyha nem a hajóra rakom őket, hanem már eleve lentre. Ha már akkor nagyon okosan kell. Hát... Mert így viszont relatív egészen közel vannak ahhoz, hogy őket lője a... Az ágyú, nézzük. Jó, szerencsére nem őket lőtte. Na, így sokkal jobb. Ebből lesz meg játékpárbaj, így van. Nem is olyan sokára. Ó, ne már! Teljesen jó volt, csak ezek az idióták nem mentek rá az ágyúsra. Futi, 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 futi. Jaj, ne fordítsd így rám, ne fordítsd rám. Ne, ne, ne. Nagyon jó, most futás. Fuss! Fuss! Ó, igen. Kösz. Jó lesz. Hello. A büdös francba. Igen. Zsa. Festőket itt. Hát ez biztos, hogy szépen elugranának, csak... Hát ja, az se rossz, mert utána ugyanúgy eldobják a fegyverüket. Igen.
Most mi támadjuk a hajót. Én nem tudtam, hogy Jack Sparrowék legnagyobb ellensége a szaburájok lettek volna, de... Hát látod. Várj, a festő, igen. Hüha. Csak saját. True. Ó, oh, bazeg! Hát nem nagyon sikerül nekik felmenni a... Rohadjál meg az ágyúddal együtt! Gyere már! Hehehe, hogy kivédte a hárpúdját! Ja, a Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima 2. Így van. Hát az a baj, itt mindenképpen fogják kapni ők is. Még annyira nem. Föl. Hogy szedi a lábát? Hello? A franc. Igen. Tü-tü-tü. Már ez is kapja. Hoppá, hátba fognak minket lőni? Ez annyira nem jó, de... Így gyorsan oda tudok érni valamelyikkel az ágyúshoz. Legalább elterelhetem a figyelmét, az is valami. Tű-rű-tű. Easy. Oké, okay, hát... azt hiszem megvan a... Megvan a... A trükk itt is. De viszont mennyi maradt még a kalózosból be? Hát a feléig majdnem eljutottunk, pedig volt rá vagy 10 perc, amennyit akartam. Jó. Köszi a figyelmet, köszi, hogy itt voltatok. Akkor legközelebb igazából befejezzük a kalózt, és megnézzük a challenge-et. Hát, valószínűleg könnyezni fogok, de... de igazából azzal úgy készen leszünk teljes mértékben a játékkal. Én tökre jelvezem, nagyon el vagyok vele. Főleg most bejött ez a pompom lányos dolog, ez rohadt vicces volt. Ez most így kifejezetten tetszett.